Ünnepi műsorral indult a Mihály napi vására a Szénatéri Általános Iskolában hétfő délután. Kolatné Kovács Viktória, az intézmény igazgató helyettese kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy a gyerekek pénz helyett aranypetákokkal fizettek egymásnak a portékákért. Nem szerettük volna itt a pénz játszik főszerepet, hanem egy kicsit inkább mesésé szerettük volna tenni itt az életkori sajátosságoknak megfelelően, és ezt nagyon-nagyon élvezik is a gyerekek, és mire véget ér a vásár, az aranypetákok azok az árusoknál megbújnak, és a gyermekek pedig nagyon izgalmas és érdekes vásárfiákkal térnek haza. A vásárban a legkülönfélébb saját készítésű termékeket árulták az árusok. Lehetett kapni többek közt szélforgót, gesztenyebábot, könnyjelzőt, de olyan is volt, aki határozott elképzelésekkel vágott bele a vásárlásba. Te mit szeretnél venni? Kinéztél esetleg valamit, vagy van-e valami olyan porték, amit keresel esetleg? Nyalóka. Melyik nyalóka a kedvenced? Az epres. Deák Lajosné, a városrész önkormányzati képviselője üdvözölte, hogy ismét meg lehetett rendezni a Mihály napi vásárt az iskolában. Az intézményben a hagyományokat tisztelik, becsülik, továbbadják a gyerekeknek. A gyerek nem a múltban, nem a jövőben, hanem a mába él, és a mai napot, mai éveket kell neki szeretetteljes és örömteli varázsolni. A Mihály napi vásár tehát ismét felejthetetlen élményt és délutánt jelentett a gyerekeknek. A vásárban mindenki találhatott magának valamilyen számára kedves apróságot, amire érdemes volt elkölteni az aranypetákokat.